Tovább robog a szendvicses sorozatunk, és meg sem állunk Franciaországig, ahol első látásra egy egyszerű sonkás sajtos meleg szendvicset lovaggá ütöttek, és így jött létre a croque monsieur. Hogyan kapunk mégis pár hozzávalóból egy igazán cuccos, ütős meleg szendút? Nézzük meg! Első teendőnk a megfelelő kenyér beszerzése. Én egy kovászolt szendvics kenyeret fogok használni, a lényeg, hogy semmiképpen se használjunk zacskós tószt kenyeret. Ha tehetjük, válasszunk inkább kovászolt kenyeret. Higgyétek el, megéri. Egy lábosban melegítsünk fel 50 g vajat. Megint csak felhívnám a figyelmet a minőségre, de margarin vagy egyéb gépsírt, tiszteljük meg a kenyerünket rendes vajjal. Ha már szépen felolvadt a vaj, vegyük le a tűzről, a kenyér szegleteket helyezzük egy sütőpapírral bélelt tepsire, és kenjük meg mind a négy kenyér egyik felét vajjal. Közben kapcsoljuk be a sütőnket grillfokozatra. Mehetnek is be a kenyerek, 2-3 perc alatt kellően meg is pirulnak, de tartsuk rajtuk a szemünket, könnyen meg tudnak égni. Amíg a kenyerek hűlnek egy kicsit, elkészítjük a bechamel mártást. A megmaradt vajhoz adunk egy evőkanál lisztet, csomómentesre keverjük, majd 100 ml meleg tejet adagolunk hozzá apránként. Egy ilyen szép krémes állagot kell kapjunk. Jöhet is a sajt, de itt sem mindegy, hogy miért választunk. Ha szeretnénk autentikusak lenni, akkor a francia gruyère a megfelelő választás. Ha nem tudjuk beszerezni, akkor a populárisabb emmentáli is megfelelő lehet. Következő lépésben kenjünk meg 2 szelet kenyeret a nem pirított felén dijoni mustárral. Halmozzunk rá megfelelő mennyiségű füstölt főtt csonkát. Mehet rá a maradék sajt reszelve. A másik szelet kenyér. Majd megkoronázzuk 3-3 halomnyi besamellel. Irány a sütő, szintén grill fokozaton, míg szépen meg nem barnulnak a szendvicsek. Tálalás előtt várjunk pár percet, hogy tudjon hűlni a szendvics. Szigorúan, átlósan vágjuk fel, mindenki tudja, hogy a háromszög alakú szendvicsek sokkal finomabbak. Mivel igencsak cuccos szendvicsről beszélünk, tökéletes párosítás mellé friss saláta, paradicsom vagy uborka. Ha tetszett a videó, dobd rá egy lájkot és iratkozz fel, ha nem szeretnél lemaradni a Szendó sorozat többi részéről.